Gyertek velem, nézzétek meg a tóalmási kolbász húsüzemét. Gyertek, megmutatom, hogy készül a tóalmási kolbász. Fokhagymát frissen daráljuk bele mindig. Alapfűszerek, amik belekerülnek, csemegepaprika, csípős paprika, bors, kömény. Ami még fontos, 6-os tárcsa helyett 4-es tárcsával daráljuk a kolbászt. Ettől lesz mócsigmentes a termék. Darálás közben egy illeválasztó van a gépen, ami a húsban lévő inakat folyamatosan kiválasztja. Következő állomásunk a töltés, ahol az előbb elkészített masszát be fogjuk tölteni. Hagyományos belet használunk, sertés vékony bél, elkötjük a végét. És jó feszesre fogva beletöltjük a kolbászt. Itt érleljük a termékeket. Nagyon fontos, hogy 2 hétig szárítjuk, szikkasztjuk a kolbászokat. Ami nagyon fontos, állandó hőmérsékleten, illetve állandó páratartalom mellett érjük el a kiváló állagot. 16 fok, 72%-os páratartalom. Utolsó helyszínünk a csomagoló, ahol a beérkezett rendeléseket rakjuk össze. Te rendeltél már tőlünk? És ha igen, mi volt a tapasztalatod?